A munkaerő iránti kereslet és a kínálat nincs összhangban, hiszen a munkaadók főleg képzettebb munkásokat keresnek, de a jelenleg munkát kínáló Masterplastnál bármilyen végzettséggel felvesznek munkavállalókat, akik egy hónapos próbaidős szerződést kapnak. Örülünk annak, hogy mi is hozzá tudtunk tenni egy kicsit ahhoz, hogy esetleg lehetőséget kapjanak a magyar kanizsaiak, hogy munkához jussanak. Én remélem, hogy ez egy része ebből a nagy tömegből így is fog járni a végén. Most az üvegszövet termelésbe keresnek embereket, ahol három műszakban folyik a munka. Kezdőfizetésként 30 ezer dinárt kínálnak. A leggyakoribb kérdés az utaztatás volt. Ezt a vállalat saját buszokkal oldaná meg, amennyiben legalább 20-an vagy 25-en vállalnának munkát magyar kanizsáról. Nagyon sokan összejöttek ezeket az önéletrajzokat átnézni, időbe fog telni, de én úgy gondolom, hogy egy 2-3 hét körül már jelentkezni fogok azoknak az embereknek, akiket úgy ítélünk meg az önéletrajz alapján, hogy alkalmasak lehetnek az ilyenfajta munka elvégzésére. Amint egy 130 érdeklődőnek körülbelül a fele adta át önéletrajzát. Napszámi munkákból élünk, az az igazság megmondva, hogy elmegyünk kapálni, elmegyünk cirkot szenni, elmegyünk almát szenni, ebből élünk, mert röndös munka nincsen. Érdemes lenne megpróbálni, csak az a legnagyobb baj, hogy utazási célból ez nekünk éppensége, mondjuk én nekem nem megfelelő. Lehet, hogy elvállalnám, mivel hogy bejelentett munka, és mai világban ez nagyon kevés. A fizetés nem rossz. A környezetbeli fizetésekhez képest nem rossz a kínálatuk a fizetés szempontjából. Alapvető feltétel az is, hogy minden munkavállaló végezze el az orvosi vizsgálatot.